Műsorunk vendége Linder Zoltán, játékvezető, sportmunkás és aktivista. Köszöntelek, már régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk. Rendben van, üdvözöllek. Nézzük talán azt akkor, hogy hogy kezdődött neked a pályafutásod, ami a sportot illeti, ugye általában az ilyen dologra még gyerekkorba sor kerül. Hát körülbelül 55 éve kerültem a Városi Stadionba, Topolyára. Nehéz gyerekkorom volt. Oda menekültem, Keszeg Anti bácsi megboldogult, fölkarolt. Kis Gyurka volt a trénerem, meg a Lőrinc Lacikától nagyon sokat tanultam. Nehéz gyerekkorom volt, ezt mondtam. Utána bekerültem a pionír csapatba. Itt voltam Topolyán sokáig, itten edzettem, itten voltam a pályán. Meccsek után leszettük a hálót, a zászlókat összeszedtük, azért kaptunk limonádét, meg megbírtunk fürdeni. De az Anti bácsi, az mindig, Keszeg Anti bácsi megboldogult, az nagyon korrekt ember volt, látta, hogy milyen körülmények között vagyok, az sokat segített ez a három ember. Telt múlt az idő, csöpörödtem, bekerültem az ifjúsági csapatba. 76-ba Vajdaság kupadöntőt játszottunk a Vojvodinával, Újvidéken. 18 ezer ember volt azon a meccsen, mert azon a meccsen dőlt el a Vojvodina Ozovka Beograd első hely, az első helye. Egy évre utána országos jugoszláv iskola bajnokságot nyertünk itten Topolyán a Városi Stadionban. Az első, lejátszottunk egy 7-8 meccset, azt hiszem két nap alatt, vagy három, péntek, szombat, vasárnap. Az első fél idő az mindig 0-0 volt. A másodikban erőlétileg a Gyurka megnyomott bennünket abban az időben, megvertünk mindenkit. Itt lettünk országos bajnokok. Utána volt egy súlyos lábtörésem, nyílt. Akkor jött a Zubér Balázsó, többiek, Szávis Zdravko, Zobrádovics Mille, fölkértek, hogy nem kezdenék-e bíráskodni. De, hát eleive úgy húzóckodtam, de ráálltam. Hát bíráskodás az nagyon sokáig ment, mai napig is bíráskodok, mert nincs elég bíró. Ahova hínak elmegyek, az legutolsó meccsem az Pobeda Vojvodina volt, egy hat fut, utána előtte bíráskodtam a gyerekeknek. Szutyeszka, Nyegos Szutyeszka 0-1. A gyerekeknek állandóan bíráskodok, a kicsiknek, amikor hívnak, megyek mindig. De hát ez a mi Városi Stadionunk, ahol fölnyíltem, ez egy fantasztikus élmény, egy fantasztikus dolog volt az én számomra, volt az én életemben, de ez megszűnt. Ebben a stadionban, hogy a Topolyai Városi Stadionban körülbelül 9-10 ezer ember fért be, Kéci voltak 9000-en, a Zvezda ellen voltak 9000-en, a jugoszláv válogatott ellen voltak 9000-en, meg a Spartak ellen voltak, ez bajnoki meccs volt, 7-8 ezer ember volt. Nagyon sokan voltak még 4-5 ezeren, ez a Zaikról van szó, amit most mondok, előtte, amikor én játszottam, én a Topolyába játszottam. Onnan is mentem el bíráskodni. Hát a bíráskodás az egy, még egyszer szeretném mondani, hogy nem volt könnyű pályafutásom, nehéz volt, nagyon nehéz meccsek voltak. Hadselejtezőt fújtam a karrierem alatt, de hát csak az szépre emlékezek, ami voltak rosszak is, nagyon rosszak voltak, volt benne minden, de azokat ki szeretném törülni. Nagyon sok ismerőst, ez az 55 év alatt
megismertem, segítettek mindenbe, máma is, amerre megyek, nyitott ajtók vannak a sport iránt, úgyhogy, de még egyszer. Láttam az új makettját az új stadionnak, amit a Zsömbéri János szaktaknak a tulajdonosa, meg az Orbán politika, amit csinált. Az az akadémiáról van mostan szó, de láttam a makettját is. Makettja az egy gyönyörű, első osztályú szuperstadion. Kicsit kicsinek tartom, 4000 hely félőhelyes, ülőhelyes lesz, ez 14 hónap alatt fog elkészülni. A régi stadionban az volt a probléma, hogy az infrastruktúra ott nagyon kevés volt, mint mondtam, a pálya az gyönyörű nagy volt, de 4 öltöző volt, egy bírói öltöző volt, meg egy kis irodák voltak, ahol a protokollt összeállították a meccseken. De ez már mai viszonylatban nem felel meg, úgyhogy amit most kapunk majd, én hiszem egy jövő őszre, amit mind kapunk, itt az új stadionban, megtalálja mindenki helyét. Láttam a makettot, gyönyörű, egyszerűen elámító, hálás köszönet még egyszer a Zsömbéri úrnak, meg az Orbán politikának, normális dolog, a Fidesznek, nagyba támogassuk az Orbán politikát, azért támogassuk, idehozta a sportot topolyára, meg olyan embereket támogatunk, akik a sporttal foglalkoznak. Én egy civil szervezetnek a tagja vagyok még, voltam többnek is, aki 7-800 embert össze bír kovácsolni. Ez a Horgász Egyesület. Magyarországon a legerősebb civil szervezet az a Horgász Egyesület. Az egész Magyarországon. Az a Horgász Egyesület. És hát itt Topolyán is nyilván, hogy ez a Horgász Egyesület a legtömegesebb, ugye, mivel hogy hát egyik civil szervezet sem büszkélkedhet ekkora a tagsággal. 800-on vagyunk, de napról napra jönnek, veszik ki az engedélyeket, a mólókat követelik. Én hiszem azt, hogy megkaptuk most 10 évre a Tolstolbiknak a lehalászását. Ezt meg lesz oldva. Én remélem, hogy a pásztorelnök úr is egy kicsit bele fog segíteni ebbe dolgokba, úgyhogy meg fogjuk még a tavat tömni pontyokkal, meg olyan halakkal, ami még hiányoznak. Egyelőre ugye mindenki pozitív változásokat érzékelt azóta, amióta a tónak most már van gazdája. Azt hiszem, ugye veled is beszéltünk a közelmúltban erről, hogy most már kevésbé próbálkoznak például az orrfalászok, és hát egy rendezett tópartról beszélhetünk. Hát így az ellenőrök is fejlődtek nagyba. Éjszaka olyan módszerük van, ami éjszaka még a madarat is meglássák, úgyhogy az utolsó tavaly egyetlen egyszer volt kísérlet, varsázás, de meglettek fogva, úgyhogy a belügyre lettek feladva, úgyhogy folyik ellenük az eljárás. Visszatérve még néhány gondolat elejéig erre a játékvezetői múltadra, ugye említettük azt, hogy most sajnos, de kevés, tehát hiány van fiatal játékvezetőből, és különösen hiány van magyar ajkú játékvezetőből, holott ez is egy olyan életpálya, ugye, ami nagyon sok kellemes élményt nyújt az embernek, tapasztalatokban részesülhet. Tehát beszéljünk egy kicsit arról még, hogy miért érdemes játékvezetéssel foglalkozni. Hát az én időmben, nekem volt egy súlyos lábtörés, amikor 24 éves voltam, utána megpróbáltam még fotballozni egy keveset az Entagonosi Szláviába, de nem ment. Fájdalmaim voltak, utána megfogtam a sípot, elsőt azért fogtam meg a sípot, hogy benne legyek az újságban, a nevem benne legyen. Később, ahogy múlt az idő, aztán csak a pénzét csináltam. A mai viszonylatban egy vajdasági ligás játékvezető
akár az egyetemet is be bírja fejezni a játékvezetési, ha a játékvezető. Na most itt még szeretném megjegyezni, hogy 10 legkevesebb, mivel nagyon kevesen vagyunk már, egyedül egy magyar vagyok, aki itten még a környékben, vagy esetleg Szerbiában, aki még foglalkozik ebben a játékvezetésre, de még mellette kontúrul vagyok, mint delegát a felsőbb ligákon. 10 magyar arkú játékvezetőre volna szükségünk. De lehet más is. Lehetne Montenegro is, lehet Bosznia is, lehetne más is. Na most itten, aki ezekkel foglalkozna, meg kell említsek csak 4 nevet. Zdravko Savic, Mile Obradovic, ezek a Savic az FIFA játékvezető volt, az Obradovic az szövetségligás játékvezető volt, a Nešo Nikolić Vajdasági Labdarúgó Szövetségnek az elnöke, ő nála, még esetleg Linné Zoltánnál, én nálam. Nagyon jó volna pénzt, ezek a gyerekek, akik most ma vannak egy pára, nem sokan, ezek kimondottan csak a pénzét csinálják. Mi kell ahhoz, hogy valaki játékvezetővé váljon? Tehát gondolom, hogy valamilyen tanfolyamot, ugye, vagy valamilyen képzést be kell fejezni. Gondolom, hogy utána van valamiféle vizsga, és akkor utána ugye lehet a lépcsőfokokon felfelé haladni. Hát itt Szerbiában sajnos én úgy gondolom, hogy kicsit téves a hozzáállás, mert ha valaki játékvezető akar lenni, annak 17 éves korában el kell kezdeni bíráskodni. Ez külföldön másképp megy, Angliában, Németországban, ott 24-5 éves korukban kezdenek bíráskodni. Miért? Azért, mert valameddig fotballoznak, utána nem megy a foci, akkor átállnak játékvezetőnek. Nálunk fordítva van teljesen. Ha 17 éves korunkban nem kezdünk el bíráskodni, akkor már 24-5 éves korunkban nem bírunk följebb menni, esetleg maradunk egy álló helyben. Tehát még egyszer el szeretném mondani, hogy elsősorban ezek a mai gyerekek, a lovcsanáciak, sokan vannak, nem sokan vannak, egy páron vannak, pénzét csinálják, topjáról nem tudnám megmondani, az alszövetségben esetleg. Volt egy pár magyar játékvezető, de kiégtek, a kezem alatt mentek ki, kísértem őket, nagyon sokat bátorítottam őket, volt minden, de egyszerűen kiégtek, eltűntek. Még szeretném még itt említeni a Jelena Banyeglávot, aki UEFA titulusa volt neki. Sajnos az összes családja ízig-vérig sportember volt, a Mityó, a Banyegláv. Az a második ligában játszott az AIK-ba, Balbeket, a Jócó, az Pannonián játszott a fia, a Jelena Banyegláv még szövetségligás rangot kapott, megérdemelten, nagyon sokat voltam vele, nagyon sokat szárnyaim alá vettem, de sajnos egy sérülés az ő karrierit megátulta, úgyhogy tovább nem bíráskodik. Kár érte, nagyon fiatal volt, fiatal, kitűnő potenciál volt, bármelyik ligát humott szemmel lebírtam volna bíráskodni, csak sajnos ez a sérülés közben jött. Tudni kell azt, hogy minél magasabb ligába bíráskodik az ember, ugye annál nagyobbak az úgynevezett honoráriumok, és hát hallottam olyan elképesztő dolgokat, hogy például több ezer eurót kapnak egy meccsért, amikor ilyen UEFA meccseket vezetnek a játékvezetők. Ez így igaz, ugye? Ez pontosan így igaz. A külföldi játékvezetés, a nemzetközi játékvezetők 10 ezer eurót kapnak egy meccsenként, fejenként. Nálunk ez Szerbiában egy meccs 30 ezer dinár, az a Superliga. Gondolom, óriási különbségek vannak. Németország, Anglia, Hollandia teljesen profi játékvezetők vannak. Angliában például 50 évig bír valaki játékvezető lenni, addig még a kibírja szaladni a normákat. Na most itt nem lenne egyszerű ez a dolog, hogy elmenjünk csak játékvezetőnek, itt különböző szemináriumokon, teszteken, kondíciós edzéseken kell részt venni. Én például, mikor én bíráskodtam, én 30 évig
tengerparton, de nem láttam. Télen se nem láttam a hegyeket, azért mert télen is az előkészületek mentek, meg nyáron is az előkészületek mentek, egy 3 hetes előkészületek küldtek, hogy kibírjam szalani a Kuprov tesztet, az 12 perc volt abban az időben, de most már sokkal szigorúbbak a feltételek. Milyen egyébként játékvezetőnek lenni? Azt hiszem, hogy ez a téma még viszonylag feldolgozatlan, ugye általában a focistákkal beszélgetnek, hogy milyen volt gólt lőni, meg stb. De milyen érzés játékvezetőnek lenni, és akkor esetleg oszd meg velünk néhány ilyen érdekesebb vagy fontosabb momentumot is, ami veled megtörtént. Hát az én legnehezebb meccsem az Bácsordas Karabukovo Ratkovo Rádnicski. Volt, ez nagyon rég volt, ez a 90-es években volt, ahol tudjuk, hogy mik történtek. Háborús időszak volt, lőporos időszak volt. Nagyon nehéz volt, mint magyarnak megmaradni azon a pályán, a Vajdasági Ligán azon a szinten. Nagyon nehéz volt. Még egyszer el szeretném mondani, amit elmondtam, volt benne szép is, jó is. Csak a jókra emlékezek. Rengeteg barátom megmaradt a mai napig is. A mai napon a vezetés teljesen különálló. Van videóbíró, visszanézik, ha valami probléma van, megnézik. Abban az időben videóbíró nem volt. Abban az időben nem volt semmi sem. Volt 3, nem is volt 4 játékvezető. 3 játékvezető volt, meg a delegát. Ez volt az összes. Ma egy stáb vezeti a meccseket, egy 15-20-as stáb vezeti, 5-6-7 bíró van, videóbírók vannak, akik mentének a kisházba és olyan figyelik a meccseket. Ma sokkal könnyebb bíráskodni, megítélni valamit, mert vissza lehet hozni. De abban az én időmben nem lehetett visszahozni, ha egyszer lefújtam, meggondolni magadat nem bírtam. Magamat nem bírtam. Vagy így kellett ítélkeznem, vagy esetleg bírói labdával menjünk tovább. És hát nem ritka eset volt ugye, akár a falusi mérkőzéseken, de akár a magasabb rangfokozatokban is, ugye, hogy akár a játékosok, akik úgy érezték, hogy meg lettek károsítva, akár a szurkolók is esetleg megpróbáltak fizikailag is leszámolni a bíróval. Hát most én 1860 hivatalos meccset fújtam le. Több ezer kispályás meccseket bíráskodtam. Meg szeretném még itt említeni a Pobeda Nyegusovo meccseket abban az időben. Ezeket mindig ilyen felsőbb ligáról fújtuk. Én, a Néso vagy az Obradovics. Tehát úgy is mentünk, a szombaton bíráskodtunk, ők vasárnap játszottak. Nem maradtunk ki, mert tudtuk, hogy mi vár ránk másnap. Mikor én bíráskodtam abban az időben Pobeda Nyegusovo, Pobedán legkevesebb 9 sárga, meg 3-4 piros lap volt. A másik dolog még a Bórac, a Milesevői Bórac. A Milesevői Bórac, azt tudjuk, az sehova se, se becséhő, se topajáhó faktikusan nem tartozik. Ott se rendőrök, ott senki. Ott mindig volt cirkusz, állandóan volt cirkusz. Most egyszer leütünk a Blázsóba, az Uber Blázsónak, az volt az elnök, és azt mondtuk, nem félünk, de többet mink oda nem megyünk. Mint topiak oda többet nem fogunk menni, föltételek nincsenek még, és utána az a klub, nem mentünk, meg is szűnt azóta létezni. Visszatérünk most egy kicsit ismét a másik szenvedélyedhez, ugye, ahol szintén nagyon aktív vagy, a sporthorgászathoz. Tehát ott is nagyon sok minden történt az utóbbi időben, említettük már, hogy komolyabban felügyelitek most a tó környékét, és hát készülőben van ugye egy mozgássérültek számára is egy stég. Tennap előtt a Lukács Putevitől kaptunk 10 köbméter sódért, ami ott van a mozgássérültek molóiknál. Miás az idő megereszti. Rögtön hozzá fognak, vagy hozzá fogunk csinálni a lejáratot, és akkor a mozgássérültekhez mindjárt használni. Meg szeretném még említeni, elfelejtettük még megemlíteni
a tónak a visszakerülését. Hogy került ez a tó vissza? Négy ember nagyon meggazdagodott, a többiek, meg tudjuk, hogy mi történt ebbe a tó. Meg lett lopva a tó, el lett véve minden, még a teknős békák is. Itt szeretnék külön köszönetet mondani pásztor elnök úrnak, aki biztatott, meg a Nedimovics miniszter úrnak. Ők kettőjük között dőlt el az, hogy mink topolyai tavat visszakapjuk. Ez a parlamentben történt, én személyesen voltam lent, lent volt a Fremond is, a Szatmári Adrián is lent volt, de a pásztor elnök úr, amit megígért, az be is tartotta. Visszakaptuk a topolyai tavat, hála ő neki, meg a topolyai VMS-nek, Kislindernek is, Fremonnak is, a kisebb pásztornak, még mindazok az embereknek, akik törődnek a topolyai tóba. És hát ugye a tónak komoly jövője van olyan szempontból, hogy már az utóbbi időben is néhány verseny helyszínéül is szolgált, és hát a turisztikai jelentősége pedig valóban, a turisztikai lehetőségek valóban kiválóak. Kiválóak, igen, fog alakulni egy kajak klub, amit meg fogunk kereszteni, de csak itt a belső részébe. Belső részébe van ígéret egy komoly nádvágógépre, amit rendbe fogjuk tenni egész a hetedik mólóig. Hetedik mólóig ki fogjuk vágni a sást egy normális tavat akarunk létrehozni. Meg most jött el az ideje annak, 400 darab petíció van aláírva a topolyai szpláv miatt, ami nem ide tartozik a tóra. A tónak gazdája van kintán Amerikában, esetleg tudjuk, hogy kicsoda Mile Jerkovics, volt a gazdája, de Mile nem jelentkezik már évek, vagy hónapok óta, évek óta a Mile tartó, a szpláv nem érdekli. Na most ő odaadta másnak, nem adta, minket az nem érdekel, a szplávnak onnan menni kell a legrövidebb belül, még föl lesznek szólítva, elsőt, még utána megy a 400 darab petíció, amit a topolyai polgárok aláírtak. Korábban volt ugye arról is szó, hogy a jövőben majd nem lesz lehetőség újabb stégek kialakítására, viszont a meglévőket, azokat egyelőre nem kell lebontani, ugye? A meglévőket nem kell lebontani, de a Jávna prezidentjébe, a JP-be regisztrálni kell minden évben, az nem drága, azt hiszem 100-120 dinár négyzetméterre, 1000-1200 dinár egy múl. Újakat lehetne építeni, de azt a közvállalatnak az igazgatója, meg a főneke, Pál Vissza Tusán, ő nála kell jelentkezni, ha ők rámondják az amment, meg az ellenőrök, akkor valamit bírunk segíteni. Ebből szempontból. Egyik témából ugrunk a másikba, ugye, de azt hiszem, hogy ezek a témák azért némiképpen összefüggnek, ami összeköti őket, az több minden, például a sport szeretete, vagy maga a topolya is, de térjünk még néhány gondolat erejéig akkor vissza az új stadionhoz és a labdarúgó akadémiához, illetve hát a te labdarúgó, illetve játékvezetői múltathoz. Te vagy, azt hiszem, hogy az egyike azoknak, akik a régi stadiont, ami már a múlté, tulajdonképpen a második otthonának tekinthette, ugye, de azt hiszem, hogy nem vagy szomorú, hogy nincs meg a stadion, ugyanis hát egy sokkal szebb lesz majd a helyén. Hát a szívemben, mint mondtam, 55 éve a topolyai futballpályán voltam. Nehéz mindazt leírni. Több ezer kilométereket leszaladtam itten. Gyönyörű stadion volt. De sajnálom, de ami fog jönni mostani jövő őszre, ha minden igaz lesz, akkor az egy szuperszónikus pálya, stadion lesz. Még egyszer ezt szeretném mondani a Jánosnak, a Zsömbörinek, szaktaknak, a tulajdonosának. Még egyszer ezt szeretném mondani, hogy tudjuk azt, hogy a Magyarország, az anyaország nem takadott ki bennünket a Fidesz. Az Orbán segített,
Még én hiszem, hogy segíteni is fog. Ilyen akadémia, ami most az akadémiáról szeretném beszélni, voltam, mert végigmentem, bíráskodtam is itten egy-két meccset. Hát én azt hiszem, hogy európai viszonylatban kevés van. Kevés van. Európai viszonylatban, ha úgy szeretném elmondani, mert tudom, volt a Vojvodinának a Vujadin Boskov sportközpont, ott 7 pálya volt, de az egy kicsit elavultva. Van az Ajaxnak, még van a Manchester Unitednak van. Ilyen akadémiája körülbelül. De ez a mi topiai akadémiánk, ez én hiszem, hogy nagyon sok gyereket ki fog dobni a piacra, a labdarúgókat, akik megtalálják a helyüket, úgy, mint a Tadic, kis Tadic, aki egy nagyszerű futballista az Ajaxba. Az édesapjával, még ezt elfelejtettem mondani, ő húzott, Tadic Péro, ő mondta, hogy menjek bíráskodni ebbe az időbe. Ő vele nagyon sok meccset bíráskodtunk, kis Tadicnak is rengeteg meccset bíráskodtam. Minden nagy csapatnak itt, Jugoszláviában, az öreg fiúknak, hogy legyen az Hajduktól, a Spliti Hajduktól, Vojvodinától, Partizántól kezdve, minden meccsen voltam, minden meccsen bíráskodtam, barátságos meccsekről van szó. Itt voltak előkészületeken, Zomajcán vagy Krivaján. Mai műsorunk vendége egy máig is aktív játékvezető, és hát a játékvezetők azok tudják, hogy ez úgy van, hogy amikor a mérkőzésnek az ideje lejár, akkor lehet néhány percet hosszabbítani, de amikor a hosszabbítás ideje is lejár, akkor háromat bele kell fújni abba a bizonyos sípba. Ez azt jelenti, hogy a mérkőzésnek vége, viszont nagyon sokat tudnánk még beszélgetni ezekről a témákról, tehát majd egy következő idézőjelben mondott mérkőzésen erre is sort kerítünk. Most pedig akkor a hármas síp szó következik. Linder Zoltánnak köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Még egyszer, ezt el szeretném mondani, a TSC, mivel hogy tudjuk, hogy bement a Szuperligába, ott leszünk, akik ott bírnak lenni, ha nem lesznek másik meccseken, fogunk szurkolni, vagy fognak szurkolni nagy számba. Meg támogassuk a topolyai TSC-t nagyon nagy számba. Fogjuk támogatni, szurkolni. Topolyai TSC-nek van külön szurkolói stábja, de Horgász egy egyesületből még egy jó páron meg fogjuk erősíteni.